Szevasztok, srácok, Zoom vagyok, köszöntelek titeket ezen a forró és guztustalanul füllett nyári napon. Egy nagyon olcsó Elemental Priest-tel fogunk játszani. Ez tényleg egy budget deck, úgyhogy ez nagyon jól illeszkedik az olcsó deckek szériámba. Általában minden új kiegészítőkor szoktam egy-kettő ilyet csinálni. Priestből még nem volt olcsó deck, úgyhogy jöjjön most ez. A legdrágább lapja egy Blaze Caller, ami egyébként nem kötelező bele, de azért valami nagy fenyegetés, úgy gondoltam, hogy mégiscsak kellene. Úgyhogy lehetne ennek a helyén játszani, mit tudom én, akár ogrét vagy ilyesmit, de minek játszunk, hogyha nem muszáj, hogyha van egy olyan dolgunk, hogyha megvan a kollekciónkban, ami azért mégiscsak valami nagy dolog. Ugye a Servant of Kalimosba tudunk további nagy fenyegetéseket kivenni, tudjuk védeni az arcunkat a Stone Shaperrel, a dupla Tark Reaperrel, van egy Light Spawnunk, sőt nem is egy, hanem kettő. Igneus Elementálból tudunk még kis szarokat kivenni, hogy triggereljük az Elemental szinergiát. Ahhoz, hogy megfelelően felvegyük a harcot az ellenfelek ellen, hogyha éppen valami mörlokos dologról van szó, akkor ahhoz van Hungry Crabünk, van Potion of Madnessünk, kalózok ellen, és van egy Golakka Crawler benne, úgyhogy a két legdrágább dolog a Hungry Crab és a Blaze Caller benne. Úgy gondolom, hogy egyébként ezek nélkül is játszható a dolog, de túl sok mostanában van mörlok, úgyhogy szerintem a Hungry Crabre szükség van, ez meg mindenkinek az ízlés dolog, hogy Blaze Callert rak-e bele, vagy nem. Én most úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak kellene bele ez a dolog. És nem is szaporítom tovább a szót, nézzük a létrát, úgysem állok jól ebben a szezonban egyelőre, úgyhogy mit veszthetünk, hát most néhány csillag az tegnap is belefért ezzel a csodálatos Hunter deckkel, ugye? Na hát és akkor meg is kaptuk a Burn Mage-et. A Divine Spirit-et nem kérem, viszont ez a kettő együtt így jó lehet második körben. És akkor valószínűleg Radiant Elemental ilyen... vannak itt azért dolgok. Most nagy kérdés az, hogy melyiket rakom ki először. Nálam van a Coin, tehát hogyha ezt kirakom. És Open the Way-gét, hát... Is someone injured? Hát most, ha Frostboltja van, akkor sírunk. Valószínűleg nem lesz. És ha nincs neki, akkor meg ezt megjátszuk, és elteszük a Cleric-re? Hát... És ez jó kérdés, hogy a Cleric-re rakjuk-e. What to do? What to do? Jó. Most ebből szed a boltot. Nyilván nem, mert akkor a kombójához azért valami erősebb dolog kellene. Legalábbis én biztos, hogy nem Frostboltot szednék ki, hogyha már van lehetőség rá, és dupla Cleric. Szerintem húzzunk bele akkor. Hát, és Coin-dal akár le is szedhetném a sajátomat. Remek lenne. Nem számítunk arra, hogy sok lényt rak ki, úgyhogy itt... Viszont mondjuk van elég sok board clear-je. Jó, na feltételezzük el, hogy ez egy counter spell. És nem az. Ez egy kicsit szomorú. Mert így konkrétan elbuktuk a kis elementáljainkat, de hát Firefly még van a kezemben. Ez mondjuk kár. Right away. Lehetett volna tolni a Firefly, de szerintem ez így jobb lesz. Bár ugye... Egy dolog miatt lett volna jobb, hogyha most top deckelünk egy, nem tudom én, Stone Shaper-t, akkor nem tudjuk kihasználni. Míg, hogyha kiraktuk volna akkor, de... Valószínűleg akkor kár volt ezt az egy manát flow-tolni. Úgyis lesz belőle pont elég. Mármint hogy a Elemental szinergiából.
szél. Mint a Radiant Elementált ki lehetett volna nyírni, de... Juicy. Csináljuk már meg ezt. És akkor így a Servant of Kalimosból következő körre biztos, hogy lesz valami értékünk. Ez a dupla laphúzás az egészen jó volt így. És belőle meg valami nagyot szeretnék, mondjuk egy Blaze Collar-t legalább. Jó. Körbe játszok a Mirror-t, nyilván körbe kell. Szép. Elég szép. Na, csináljuk viszont ezt. Nem Mirror. Kristály Orákulum nem jó, bár egyébként tám még belőle van a legtöbb érték. Mert valamit kapunk. Belőle csak kis elementálokat, ez talán jó. Hát akkor a blokk felkerült, vagy egy counterspell. Egészen Flamestrike álló a boardunk, ami azt illeti, nem mondjuk a Fireball nem tesz jót. Jó. Na, az előbb elhasznált egy Fireballt, most az egy kicsit bánhatja, mert szerintem nincs ott a másik a kezében a felső 12 lapból. Hát ez mondjuk. Most kéne a második Polinova. Ez síralmas. Ugye ez nem erre való. Kristály orákulumot kirakom. Csak ugye ezzel csináljunk valamit, és húzzunk lapot már. Hát ez nem az a lap, amit szerettem volna látni. Na, a kabalisztóm viszont egészen jó. És tele van a kezünk, tehát hogy hülye voltam, hogy nem dobtam ki az egyiket. Remélem most valami értékeset égetünk. Teljesen haszontalan. Na, ez mák volt. Az ellenfelünk azért szépen széttekkelte a pakliát. Olyan, hogy nekem is van barátom. Random lapok vannak szinte a kezében. Tehát a kabalisztomban van az utolsó három, és a glyphből volt a kabalisztom. Tehát még kettő, az első kettőt azt korábban húzta. Jó, a stoneból van, mert olcsó volt. Ozruk. Az a pont, amit nem érek. Mert ebben a körben most két elementát kirakok. Mondjuk még mindig jobb, mint bármelyik másik. Ő ugye nem elementál, de elementál. Nem leszedjük, nem szedjük le. Szép. Wake before the earth! Most... Két Doomsayer ugye kiment, úgyhogy nagyon nagy gond nem lehet, és az Ozruk meg legalább 15-ös lesz. Jó. És egyébként a Divine Spirit-tel lesz ez majd durva, hogyha össze tud jönni. Break yourself upon
Ez akkor lenne szép, hogyha Inner Fire-t ki tudnánk húzni, mert most ez a dupla Divine Spirit azért az elég erős. És ott a sír. És az Ozilinak a legnagyobb hibája az pont ez. Ezt letingeli. Na jó, hát akkor játszunk image-ként. Ez elmentett volna arcra is, de akkor sem tudtam volna prokkolni, úgyhogy igazából mindegy. Mennyi van a közönben? 8. Most az a kombójából kb. Semmi. Kevés lapja van, az nem lehet Antonidas, meg minden, úgyhogy... Jó. Ez pont prokkolás. Rakjuk ki a golakkát. És ha kijátszom ezt, akkor ugye 7 lap lesz a kezemben. Ne. Ez mondjuk nem rossz, csak nem most. És így nem tud még egy ice blockot felrakni. Undorító és nagyon olcsó freeze pakli nyert. Na jó, nem nagyon olcsó, de 2000 deszt alatt van. Nem számítottam rá egyébként, hogy ezzel lehet nyerni. Az az igazság, tehát a tegnapi Exot Hunter azért az sokkal jobb volt ennél, szerintem. Tehát így koncepcióra, meg mindenre, abban sokkal több kakaó van. Jó, itt a... Kabalisztomból Counterspell. The light shall bring victory. Azért ebben nagyon erős mág faktor volt, ezt készséggel ismerem. Ki akarok-e hagyni 3 kört? Tehát egyet biztos, másodikra van ez, a harmadikra semmi, és a négyikre tudok stone shaperezni. Azt nem teltem meg, úgyhogy muszáj lesz ezeket leszednem. Frost Elemental tekkelés, ez szerintem egyébként egy teljesen jó ötlet volt, mert ez is így kvázi saját vívmány, mert ez egyébként Hideakinek a deckje, Harponról, de belenyúltam, tehát, hogy mert kellett szerintem, tehát hogy Rivel Krokoliszokkal, még ilyesmikkel próbált nagyon olcsó deckeket csinálni. Azért nem tudom, tehát ugye a Radiant Elemental egy nagyon olcsó lap, és azt szerintem hiba lett volna kihagyni belőle. Kirakom, leütöm, aha. Most a Radiant Elemental az nagyobb target, tehát az jobban fogja őt zavarni, mint a Cleric. És így valószínűleg Cleric-ból így is úgyis tudok húzni, hogyha nem developolok most asztalt. Kérdés, hogy ki akarom rakni a Dark Reaper-t. Mert nincs a kezemben ugye 4 drop. Mit raksz ki 3-ért? Nem, 5-ért. És arc. Csak az arc. Jó. Oké. Dark Reaper vagy húzunk? Ezt szerintem rakjuk ki a Dark Reaper-t, a húzás egyelőre ráér. Mert így most egy csomó 4 dropot fel tudunk húzni, ami körben jó, és ha nem, akkor még mindig tudunk. Ez csak úgy. Rendben van, barátom.
két spellt is elhasznált rá, ez nekem csodálatosan. Mivel Jade azért nem játszik kalózokkal, úgyhogy ezt kirakhatom simán. Mivel elhasználtam ezt, és ezen kívül nincs más két droppom, ezért simán ki lehetett rakni még húzás előtt a golapkát. Hát, rossz hírem van, barátom. Most, hogyha elswipe-ol ide, nem fog. Jó. Ez egy ingyen trade nekünk. Vagy egyébként le is deszelhetjük. Lehet, hogy az jobb. Sőt, valószínűleg jobb. Ezt visszakeveri, nyilván. Ez a desz, ez egyre finomabb. Vagy egyébként le is fogyaszthatnám, de... muszáj lesz Dust, és akkor Kalimosszal meg még két kört várok. Vagy tényleg annyira akarom ezt a Kalimosz value-t, nem? Hát nem akarhatom annyira. Ne, és egy mana off. Right away. Jó, most hogyha jön valami óriási dolog, azt lefagyasztjuk, utána Kalimosz, Dark Reaperre védjük az arcunkat, egészen jó lesz ez. Az egy nagy dolog. Divine Spirit, akkor az 10-es lesz, az 15, az még elég messze van a dologtól. Egyelőre még... mondjuk egyébként lehet, hogy most kellett volna. Így is jó. Olcsó elementál tíz srácok. A váratlan deck. És most csináltam közben a priest küldetésemet is, úgyhogy ez így zseniális. Na toljunk még egy jutalomjátékot. És ha sikerül, akkor ez lesz az 50. priest győzelmem. Anduin versus Jane. Sikerül még egyszer előadni a Mage ellen a Fiesztát. Frost Elementet biztos nem kérem. Hát ez így eléggé szar. Mondjuk legalább első-második kör van kb. A Mage ellen ez nagyon sokat fog csinálni. Ha csak nem valami fura Mage deckkel játszik, ahol tudok lopni valamit. Mert mondjuk Babbling Bookot lopok, és mivel csapom bele az arcába, tehát így nem áll. Coin Frostbolt játszik, de... Right away. Rengeteg izgalmas lapot húztam fel. Hát ez most nem olyan, mint az előző meccs. Mondjuk egy Inner Fire, és így elég szép lenne a dolog. Hát ezt a mosékből az nem, a mi barátunk egyelőre. Most belecsapom, fölhílelem. Ja. Right away. Ó, a radiátor is megérkezett. Viszont így legalább akkor Radiant Elementet kirakom. Ingyen van a potion. Jelentsen ez bármit is. És akkor ötödik kerületben, szóval ötödik körben ki tudom rakni. Haha, ötödik kerületben, haha. Jó.
a Cliffer-re is kimehetünk ám. Az talán jobb egy körre, nem? Most arra egy Firebolt, ha elhasználja, annak nagyon örülök. Kérdés, hogy most a Servant vagy a Stone Shaper, de inkább a Servant. És nem fog Fireball jönni. Mondjuk Bolt még jöhet éppen. Ez még elég jó lenne. Na mi van? Barátunk megfagyott, vagy valami ilyesmi a történet. I wonder. Ja nem, az én netem szarakodik. Jó hangzik. Mi történt itt közben? Belecsapta és lefrostboltolta, valószínűleg ez történt. Spawn. A spawn szerintem jó. Right away. Na, sajnos nem láttuk az attrakciót. Itt a középső lapját szorongatta nagyon, de ez valószínű az volt. Az Fireballra még mindig jó neki. Jó. Jó, a golapkát adunk neki, mert ha a Radiant Elementalt rakom ki, az neki nagyon jó, hogyha ez másolás. De egyébként nem lehet az elméletileg, de... When Earth moves, empires fall. Mert csak Secret Mage-ek játszanak Counterspell-lel, meg egyébként Mirror-ral, meg jelenleg senki nem játszik. Csak ilyen, de hát ugye rank 17-en még bármi lehet. Ez most ugye Flamestrike álló, meg Blizzard-nak nem Blizzard álló. Akkor következő körben fog érkezni a csoda. Au. Au. És ez a Servant az eléggé el van így most anyátlanodva. Ezt fel lehetett volna gyógyítani, hogy húzzunk, de annál a Radiant Elemental szerintem egy fokkal jobb. A Burn úgy sincs nálam, tehát azt arról kell nyernem a Mage ellen. Ki játszott ugye az előbb egy Meteort. Egyébként az érdekes, mert az előbb Busy-re voltam állítva, és most így tudnak írni nekem, ami nem szeretek videók közben. Még valószínű a Disconnect Reconnect állított át a státuszomat. És ott is az egy heal ide, ezt tuti. Jó, és egy jó Servant. Jó Lightspawn. Ráteszem-e a Divine Spiritet most? Egy meteort láttunk kimenni. Nem teszem rá egyébként, viszont kirakom a Murlocot. Ugye azért jó, mert... Itt nem mondjuk lehet, hogy ezt oda kellett volna, mert van nála még egy meteor, akkor azt átolja ide, akkor ők így... Hát mondjuk ő nem hal meg, de ő igen. Ez Divine Spiritre egészen durva lenne. Ugye akkor ez egy 10-es, akkor tudjuk prokkolni nagyjából, hogyha nem szedi le, de hát nyilván 8 manából nem malmozni fog. Ez egy Antóra jó, Medivre jó. So kind of you to join me. Ha Counterspell, ugye akkor is van megoldásunk.
ez most ugye nagyon jó a... Hogyha ez egy Frost Nova Doomsayer, elvileg még nem láttunk Doomsayert, tehát ha kiraknál Counterspellt, akkor Potion és Pain a sorrend, mert hogy a Pain a saját lényre is működik. What to do? What to do? Az jó. Húzzuk már a potionnal. Na, az egész jó. Annyi light spawnunk, ahogy egyszerűen hihetetlen. És akkor most vagy egy 20-as tudunk neki ütni, vagy egy 10-est. A kettőt nem fogja tudni valószínűleg egyszerre megoldani. Még egy Frost Novát. Tehát Frost Novát még tud tolni nyilván. De hát erre vannak megoldásaink. Frost Nova Doomsayerre simán. What to do? What to do? Hát akkor Frost Nova. Egészen kellemes. Lehetett volna Kalimoszt is gyógyítani egyébként, ment ugye a Servantot, de... Igazából úgyse azzal nyerünk. Ez csodálatos. Right away. Lehúzom a kezem így, mert te lehúzom valószínűleg. Na hát és itt vannak lehetőségek. És nem játszottam ki még elementált a körben, de most. Csak a Blaze Collar miatt. És most csinálhat bármit a boardommal, ez valószínűleg be tud menni arcra. Ha lekerül egy lénye. Ha nem, akkor Holinovával még ugyanúgy be tudok neki ütni egyet. 19 nem fog tudni ütni egy kör alatt. Ha blizzardozik, akkor legalább egy lény meghal. És akkor kifér a Blaze Collar, úgyhogy azért itt vannak lehetőségek. Ez nagyon szép. Jó. Almost out of cards. I'm out of cards. Fatig. Na már egy pillanatra megijedtem, hogy túlhúzom magam, de nem sikerült. Úgyhogy itt a csodálatos olcsó Priest deck, sőt Elemental Priest deck. Nézzétek a listát. Heartpornról szedtem, a leírásban lenne lesz a linkje. Ez Hideakinek a deckje volt eredetileg, aztán belenyúltam egy kicsit.
hogy én játszhatóbb legyen, és azért volt haszna a belenyúlásomnak. Úgy tűnik, bár nem kaptunk kalózokat, meg nem kaptunk mörlokokat, de még így is jó volt szerintem, hogy játszottuk ezeket az olcsó dolgokat. Nagyon örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk mondjuk holnap, amikor át fogjuk nézni az eddig megjelent lapoknak a második részét, vagyis a múlt heti óta megjelent nagyjából 40 lapot, még a mai napon meglátjuk, hogy még mik fognak jönni, és beszélgetünk mindenféle dolgokról, az új, újonnan megjelent vájdos lapokról, meg hát így a dolgokról, amik most történnek a Hearthstone világában. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Thank you.